könyvtárnyitásakor, ha jól emlékszem, 9 éves koromban iratkoztam be ebbe a könyvtárba, és nagyon hamar kiolvastam szinte az összes gyerekkönyvet, ami itt kikölcsönözhető volt. És hát ami nagy élményem és könyvtárral kapcsolatos, hogy 11 évesen megnyerhettem a Barátunk a könyv kategóriában a korosztályos verseny, és 20 évvel később pedig én lehettem ennek az országos pályázatnak a zsűri elnöke. Engem az emberek érdekelnek, tehát én emberismerettel kapcsolatos könyveket választok, vagy a másik választási területem az Székesfehérvár történelme, és Demeter Zsófiának a könyveit szoktam, meg a Magony Imrének a szobrokkal kapcsolatos könyvét szoktam kikölcsönözni. Tehát pszichológia és a város, ez a két terület. Az elménknek egy olyan területe fejlődik az olvasástól, ami egy belső filmkészítés. Tehát, ha meglátom a betűket, és kirajzolódik előttem egy történet, akkor beindul a belső film. De ezt a belső filmkészítést, ezt nagyon sok életterületen lehet használni. A könyv az egy edzés. Olyan szókincsre tehet szert, amit otthoni környezetben a hagyományos repertoárból nem nagyon tudsz összeszedni. És ez miért fontos még? Olyan emberekkel tudsz beszélgetni, akikkel soha nem ismerkedhetnél meg, azért, mert más földrészen laknak, más a neveltetésük. Viszont ha elolvasod a könyvét, akkor megismered az értékrendjét, a gondolatait, az érzéseit. Tehát ez egy párbeszéd az íróval.